Kakasdon csak lépésben lehetett haladni a járművekkel az utcán hömpölygő víztől. Itt felhőszakadás miatt nem tudták a csatornák, árkok elvezetni a hirtelen lezúduló esőt. Hatalmas robajjal esett a jégeső Szekszárdon, a kertekben egybefüggő fehér réteg alakult ki. Úgy tűnt, mintha havazott volna. Most nézze, ezen egy ép levél nincs. Most mire képes a kukorica, hogy keveri ezt ki? A virág még nem jött ki. Ez a medinai férfi épp azt mutatja stábunknak, mennyire elverte a településen lévő terményeket a pénteki jégeső. A legnagyobb kárt Tolna megyében ezen a területen okozta a jég. Rafajlovics Péter úgy nyilatkozott, 20-25 perc alatt körülbelül 53 mm csapadék zúgdult le a térségre. Szerinte a mezőgazdasági termények közül az egyik legnagyobb kár a kukoricában keletkezett, de a napraforgó is megsínlette az időjárást. Kukoricánál a leveleket annyira megszabdalta, hogy egy ép levél nincsen ezen a részen, ahol ilyen nagyon esett kukoricán. A napraforgónál viszont úgy nézem, hogy az erősebb levelek, talán annyira megluggalta meg itt ott egy levert, de a szárát fönt a napraforgó tányérja alatti rész, ahol kisebb is a levél, ott nagyon megsérültek a napraforgók, hogy most ott azokon a sebb helyeken, hogy fertőzi a betegség, az könnyen előfordul a napraforgón, ott meg az lesz majd a baj. A még le nem aratott búzában is nagy kárt okozott a jégeső, hiszen vagy letörte a kalászt, vagy kiverte belőle a búza szemeket. Emellett hatalmas károk érték a dinnyeföldeket is. Több gyümölcsöt nem csak benyomott, ki is lyukasztott a jég. Ez totál káros. Itt a tulajdonossal beszéltem, ő azt mondta, hogy ez értékesíthetet. Nem lehet eladni ezt a dinnyét, mert minden dinnye sérült. Most ugye, és még nincs beérve teljesen. Hát a lombozat, a tessék, ez le van teljesen szecskázva a lombozat. Itt fölöttünk is, tehát ez a kis szupercella volt, ami nálunk problémákat okozott és jégverést okozott. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke épp azt mutatja stábunknak, hogy a pénteken lezúduló eső és jégeső déli irányból érkezett térségünk fölé. Horvátország az idei évben financiális okokra való hivatkozással felfüggesztette a jégeső elleni védekezésnek a folytatását, és a hazai rendszer a sajnos ezt a határon túlról érkező jégesőt megállítani nem tudja, csak a szemcséknek a méretét tudja csökkenteni. Magyarországon 986 ilyen generátor üzemel, amiből 37 Tolna megyében található.